Egy hónappal ezelőtt kezdték el az edzéseket, a félbeszakadt megyei első osztályú bajnokságot első helyen záró Nagyhalásznál, azonban eddig csak heti egy-két alkalommal találkoztak a játékosok. A hét elejétől azonban már nagyobb sebességre kapcsolt a csapat, amelynek tavalyi keretéből hiányzik Bognár Attila, Gégény Mihály, Pap Mihály és Varga Dániel. Helyükön hazai fiatalok bizonyíthatnak. Megpróbáltunk minél többen együtt maradni, ugye én itt 4-5 éve vagyok az ő pozícióban, mindig is, akiket én leigazoltam, mindig is az utolsó percig ragaszkodok hozzájuk. Sajnos most itt a korlátozások miatt az önkormányzatoknak összeszedni a pénzt nem volt egyszerű, ugye, hogy egy futballcsapatot támogassanak, ez nálunk sem volt másképp. Nyilván nekünk is játékosoknak is engedni kellett, a polgármesternek is valamennyit engednie kellett, ilyen közös megegyezésre jutottunk, és ugyan pár embert el kellett engednünk, de próbáltunk együtt maradni, és kiegészülünk helyi úgymond ifistákkal, akik már régóta a nagyhalászi színekben edzenek, és ugye edzőmeccseket játszanak a két végente. Velünk fogunk kiegészülni, és így várunk neki a következő szezonnak. A Nagyhalász nevezett a Magyar Kupa megyei selejtezőjére, a bajnoki elvárásokat tekintve azonban az edző szerint még korai konkrétumokról beszélni. Megpróbálunk minél eredményesebbek lenni a kupában, de nyilván nekünk első számú feladat az a bajnokság, ahogy én itt a vezetőkkel egyeztettem. Az, hogy milyen célkitűzések lehetnek a jövőben, azt elég nehéz volt itt behatárolni. Ahogy halljuk itt az átigazolási híreket, 3-4 csapat eléggé stabil lesz, és velük elég nehéz lesz felvenni a versenyt. A többi csapat én úgy gondolom, hogy fekete ló lesz mindenki számára, ugyanis nem nagyon volt náluk játékos mozgás, sőt inkább távozásokról hallottunk. Úgyhogy itt célkitűzésről még nem nagyon esett szó. Nyilván itt pár forduló alatt majd eldől, ki milyen erőt képvisel. A Nagyhalász a bajnoki rajtig oda-vissza megmérkőzik a Balkánnyal, játszik a Kútaljal, a Kemecsével, az Újdonbráddal, valamint hajdúsági csapatok ellen is pályára lép Ludánszky István együttese.